Tisztelettel köszöntjük Önöket, gróf Eszterházy János szobarovatási ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Áder János urat, Magyarország köztársasági elnökét. Herceg Anita asszonyt, Magyarország köztársasági elnökének feleségét. Mádl Dalma asszonyt, Magyarország volt köztársasági elnökének feleségét. Eszterházy Malfati Aliz asszony, gróf Eszterházy János lányát. Németh Zsolt urat, a külügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Erdő Péter Bíboros, Esztergom budapesti érseket. Köszöntöm továbbá a rendezvényünk házigazdáját, Pokorni Zoltán urat, a Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterét, a diplomáciai testületek megjelent képviselőit, élükön Alberto Botari de Castello nuncius úrral, a felekezetek megjelent képviselőit. Az Eszterházy János Szoborért Egyesület elnökét és tagjait. Nagy János urat, a gróf Eszterházy János szobor alkotóját. És minden kedves vendégünket. Kérem Önöket, személyiségeket megítélni tetteiből és szavaikból végső mérleget vonni mindig nehéz, és gyakran kételyekkel kísért feladat. Nincs patika mérlegünk a múlthoz, a történelemben nincsenek megismételhető kísérletek. De azért vannak olyan jelek, amelyek megkönnyítik az eligazodásunkat a múlt szövevényében. Ilyen útjelzőnek tekinthetjük, a hátunk mögött is látjuk, ha a kérdéses személyt a 20. század mindkét diktatúrája, a nácizmus és a sztalini kommunizmus egyaránt célkeresztjébe fogta. Eszterházy János megtapasztalhatta ezt az érzést, bár hozzátartozik a tényhez, hogy élete a sztálini diktatúrában vált mártír sorsá, és halála annak bűnlajstromát gyarapította. Eszterházy életműve, politikai életműve válasz volt Trianon nemzeti traumájára, és hozzátehetjük minőségében példamutató. Mostani észre nehéz felfogni, még nehezebb érzelmileg átélni ennek a traumának a mélységét. Számot vetve a helyzettel, Eszterházy Jánost cselekedeteiben egyszerre vezette a racionalitás és az anyaországtól elszakított magyarság iránt érzett érzelmi elkötelezettség, felelősségével. Posztot ajánlott neki Edvard Beneš, de Eszterházy ezt nem fogadta el, mert úgy érezte, ezzel legitimálná a felvidéki magyarokkal szembeni megkülönböztető cseh politikát, csehszlovák politikát. Az első bécsi döntés után sem települt át Magyarországra, mert kötelességének érezte a szlovák fennhatóság alatt maradt magyarok érdekeinek képviseletét. 49-ben pozsonyi gyógykezelése alatt félúton a szovjet gulág és a hátra lévő életének csehszlovák börtönei között barátai megszervezték Bécsbe szöktetését. De ő ismét maradt, ezzel is demonstrálva, hogy a koholt vádak ellenére nem tartja magát bűnösnek, nincs mielől menekülnie. Szót kell ejtenünk személyiségének meghatározó eleméről, milyen átélt vallásosságáról, keresztény meggyőződéséről. És ami legalább ennyire jellemző volt rá, ebből fakadó, az emberi szenvedés és elesettség iránti érzékenységéről. Ebből fakadt elkötelezettsége a gyengébbek, az üldözöttek iránt, amelyet soha nem habozott tettekre váltani. Mentett, lengyel menekültet, épp úgy, mint szlovákiai zsidókat, mindenkit, akinek segíteni tudott. Ezért is különösen fájdalmas fintora a sorsnak,
Eszterházy János háború utáni meghurcoltatása. Nem különben a személyére aggatott valótlanságok, az itt-ott még most is erőltetett, hátsó szándékok által motivált hangoztatása. Szeretném külön köszönteni Eszterházy Alíz asszonyt, aki sok szálon kötődik a kerülethez. És őszintén remélem, hogy ez a szobor, illetve a mai esemény megszépíti emlékeit a hegyvidékről, ahonnan a családjával együtt annó elhurcolták. Nagy János, a szobor alkotója, visszatérő vendég a hegyvidéken, hiszen jó ismerősünk, és volt itt már egy nagyszerű és nagy sikerű kiállítása. Szeretnék gratulálni ehhez a csodálatos alkotáshoz. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ha megengednek egy utolsó személyes kérést, amikor majd jönnek a szobrot megnézni, vigyázzanak a épp hogy csak cseperedő Eszterházy rózsatövekre. Köszönöm, hogy eljöttek. Amikor hol a hitleri, hol a sztálini önkény nevében hitét, igazságát, szabadság szeretetét akarták megtörni. De bármekkora erők is álltak vele szemben, és azok bármilyen roppant hatalom birtokosai voltak, semmit sem tudtak elvenni tőle. Semmit sem abból, amit lélekben magáinak vallott, és amit képviselt. Fenyegethették, mégis lelkiismerete szavát követte. Fogságba vethették, de rabként is szabadabb volt börtönőreinél. Halálra ítélhették, mégis büszkén állt az élet oldalára. Még 18 éves sem volt, amikor az első világháborút követően azt látta, szülőföldjét többé már nem Magyarországnak hívják. Azt látta, hogy elveszik családja vagyonát, ő mégsem a menekülés útját választotta. Szülőföldjén maradt, és a csehszlovák fennhatóság alá került magyarság érdekeinek védelmében politikai szerepet vállalt. 30-as éveibe lépve nevét már nemzetközi tekintély övezte, és csak hamar a kassai körzet képviselője lett a prágai parlamentben. A szlovák nép iránti tisztelet jegyében kívánta megőrizni a magyar értékeket. Azt vallotta, mi magyarok a szlovák népet mindenkor testvérünknek tekintettük, és fogjuk tekinteni a jövőben is. Azt hirdette, ez az 1000 éves sorsközösség az Úristen műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja. Akkori szavait ma az újraegyesült Európában is büszkén vállalhatjuk magunkénak. Minden tettét az vezette, hogy szövetségeseket gyűjtsön a szlovákiai magyarok ügyéhez. Amikor pedig a sors úgy hozta, hogy nem számíthatott szövetségesekre, egyedül sem félt szembeszállni a hitlerista rezsim vérgőzös politikájával. Pedig olykorban élt, amikor még senki sem tudhatta, merre is fordul majd Európa, és vele a világ sorsa, amit ő hagyott ránk emberi példájával. Ezért a mai napon ráemlékezve ki kell mondanunk, hogy a nemzetünk belső kiegyezését azt szolgálja, ha nem csak köré gyűlünk, hanem mellé is állunk. Mellé állunk, hogy hazánk szabad és büszke polgáraiként kimondjuk, ami egyedül méltó hozzánk a magyar demokratákhoz. Soha többé nemzeti szocialista, soha többé szocialista diktatúrát. Nemzetünk egységét és belső békéjét szolgálja, ha kimondjuk, aki az egyik diktatúra bűneit mentegeti, az a másik rémuralom bűneinek is erkölcsi engedményt tesz. Nem tehetünk különbséget az ártatlanul megalázottak és megszomorítottak, az ártatlanul meghurcoltak és elpusztítottak között. Senkitől sem lehet származása, vallása vagy nemzeti hovatartozása miatt az emberi méltósághoz való jogot elvitatni. Polgári szabadság jogainkhoz, európaiságunkhoz való hűségünk arra kötelez minket, hogy újra meg újra emlékeztessünk arra a történelmi tényre, hogy a nácizmus és a kommunizmus rémálma egyaránt ártatlan milliók véráldozatát követelte. Tisztelt megemlékezők! Polgári demokráciánk csöndes ünnepe
hogy ennek az embernek az emléke mostantól itt lesz velünk a gesztenyés kertben. Mutassuk meg neki, hogy nem élt és nem halt meg hiába. Legyen áldott. Tenni. Tanúságot arról, hogy a helyes úton járunk. A mostani Magyarországon megvalósulni látom Eszterházy János jelszavát, Isten, haza, család. Országunk mindig... Országunk mindig a kereszténység védőbástyája volt. Régen a keleti pogánysággal szemben kellett védeni, most pedig a nyugati God is dead ideológiának, az erkölcsi értékek semmibe vételének és a hazugságoknak kell gátat emelni. Biztos vagyok, hogy szövetséges találunk azon országokba, amelyek hozzánk hasonlóan kétszer is az istentelen ideológiát áldozatául estek. Össze kell fognia minden hívő embernek, kell felekezeti különbség nélkül, hogy együtt mentsük meg erkölcsi értékeinket. Ezzel is Eszterházy János útmutatásának teszünk eleget. Köszönöm, Ferenc, Berényi József, a Magyar Közösség Párt.